ellenzéki pártnak számít. Ezek közül, a pártok közül az MSZP és a Jobbik volt az, aki gyakorlatilag benn volt a bizottságban, és együttműködött velünk, hogy legalább egy törvénytervezett módosítás eljusson a bizottság inger küszöbéig. Krisztián, Charlie, Jékeli, ki volt még ott a bizottsági ülésen? Volt ott a bizottsági ülésen, ezt valamelyik podcastben hallhattátok is, 5-9 is leszavaztak gyakorlatilag mindent. Volt olyan gennyes bunkó, aki föl se nézett a laptopjából, úgy szavazott, mert tudta, hogy neki ezt a gombot kell most ebben az időpillanatban nyomni, ezt követeli meg tőle a frakció fegyelem, és ezt meg is tette a szerencsétlenje, pedig annyi agya nincsen, hogy átgondolja az egészet. Mindenféle anyagot készítettünk a bizottságnak. Szerintem olyan ember, aki mondjuk elolvasta és ne lett volna tisztában azzal, hogy mire szavaz, nem volt a bizottságban. Természetesen nem látunk bele ezeknek az embereknek a fejébe, de azt gondoljuk, hogy vagy nem olvasták el, vagy egyszerűen pártkatonák és végrehajtják a nekik kiadott utasításokat. Aztán próbáltunk közérdekű bejelentéseket tenni, illetve nem próbáltunk, meg is tettük. Krisztián ebben már nagyon profi. Adatigénylés, bocsánat. És hát nagyon vicces válaszok születtek, úgyhogy még ezen az úton egyébként lépkedünk tovább. Megpróbáljuk kideríteni, hogy gyakorlatilag kik voltak azok a tanácsadók, akik a magyar paper társadalmat most ellehetetlenítik. Megpróbáljuk ezeket kapcsolatba hozni akár gyógyszer, akár dohány cégekkel. Valószínűleg egyébként ez sikerülni fog, de ettől még nem áll meg a törvényhozás. A daráló az ugyanúgy menni fog tovább. A következő lépés az az, hogy a parlament elé kerül ugye ez a törvényjavaslat. A parlament valószínű ezt meg fogja szavazni. Ez vagy 14-e lesz, vagy 15-e. Mi ezt a megmozdulást 14-ére időzítettük, tehát akár 14-én szavaznak, akár 15-én szavaznak, ezt az anyagot véleményünk szerint látni fogják. De nem is ez a cél, mert hiába látja, hogyha egyszer ki van adva a parancs, hogy meg kell szavazni, akkor meg fogják szavazni. Itt inkább az a cél, és erre kell mindenkinek szerintem most a következő napokban koncentrálni, az a cél, hogy a saját környezetünket tegyük tisztába, mindenki legyen azzal tisztában, hogy az e-cigaretta nem az ördögtől való, a nikotin nem rákkeltő, az e-cigarettázás nem dohányzás, az összes ökör kijelentésüket negálnunk kell magunk körül, a társadalomban, mindenhol. Ha ezt a célt elérjük, akkor talán lesz majd arra esélyünk, hogy egyszer nem ez a kormány, talán egy másik esélyt fog nekünk arra adni, hogy tovább folytathassuk szabadon, nem a trafikokban, nem a dohányzóhelyeken a tevékenységünket. Én szeretném, hogyha Krisztián most ismertetné a 14-e részletesebb tervét, illetve szólna egy pár szót hozzátok, mint az Egyesület szóvivője, mint egyébként motorja és hajtó ereje ennek az egész történetnek. Köszönöm szépen! Kicsika vissza fogja kérni a mikrofont, úgyhogy aki gondolkozik azon, hogy a kardjába dőjön, az most tegye meg. Szokásommal ellentétben megpróbálok rövid lenni. Idézném először is egy nagyember szavait, vagy legalábbis gondolatai szerint nagyember szavait, Ónodi Szűz Zoltán, az aktuális, még néhány hónapig valószínűleg, mert úgy cserélik, mint más az alsó neműjét, egészségügyért felelős államtitkárunk mondta azt, nyugodjanak bele. Erre én csak azt tudom mondani, hogy hát kedves doktor Ónodi Szűz Zoltán, végül is csak az életünkről van szó, úgyhogy a jó édes kurva nénikédet nem nyugszunk bele. Egy kicsit árnyalnám azt, amit Fifika mondott.
Arra készülhetünk, hogy meg fogja szavazni a parlament, láthattuk eddig is, hogy a szavazó zombik átnyomnak minden szart tekintet nélkül arra, hogy ez értelmes, vagy életszerű, vagy bármi. Még minél inkább telik az idő, minél inkább később lehet megfogni ezt az egész folyamatot, és ugye eddig nem sikerült megfognunk, ahogy Fifika is elmondta, minél később sikerül megfogni ezt a folyamatot, annál tovább fog tartani a hét szűk esztendő, de ne legyen annyi. Miután a parlament megszavazza, ez ugye a köztársasági elnökünk elé fog kerülni, Áder János úr fog dönteni arról, hogy aláírja-e ezt az új törvényt, törvénymódosítást, avagy sem, vagy megküldi az Alkotmánybíróságnak alaptörvény szerinti normakontrollra. Mi azon ügyködünk, hogy Áder Jánosnak elegendő információja legyen december 14-ig, 15-ig azt illetően, hogy ezt már pedig normakontrollra kell küldeni, mert a törvénymódosító javaslat egészség és életellenes, alaptörvény ellenes. Ha ezt megteszi a köztársasági elnökünk, akkor az Alkotmánybíróság visszaküldheti, kifogásokat emelhet és visszaküldheti a parlament elé. Ez egy olyan dolog, amivel meg lehet akasztani talán az egészet. Ha ez nem történik meg, és bejön ez a törvénymódosító javaslat, akkor sem állunk meg, visszük tovább az unió elé, és a többi. Csak tényleg azt kell látni, vannak még sovány jogi lehetőségeink, de minél későbbi fázisban sikerül megakasztani ezt a dolgot, annál tovább fog tartani itt nálunk ez az áldatlan és kellemetlen állapot, amit most előidézni szeretnének. De hogy ne csüggedjünk, én alapvetően bizakodó vagyok, tehát hogyha Angliára vagy Belgiumra vetjük a szemünket, és ezúttal szeretnék mindenkit megkérni, hogy ne bohóckodjon és ne viccelődjön Belgium egészségügyi miniszterén, mert ő azon kevés Európai Uniós egészségügyi miniszterek egyike, aki az elektromos cigaretta pártján áll. Úgyhogy nézzük el neki, hogy... Erre nem kommentálni. Szóval lesz még lehetőség az unió előtt is tolni a dolgokat, minél tovább tart, mire sikerül megstoppolni, nem, ezt már elmondtam. Én bizakodó vagyok, és szeretném, hogy mindenki bizakodó legyen, de ne az úttest közepén mosolygó nyuszihoz hasonlóan bizakodó, hogy két motoros jön, mert nem két motoros jön, egy kurva kamion jön éppen. És nagyon szar lesz, miután ez bejön. De mindenkinek megvannak a kedvenc boltjai, akik valószínűleg, hogyha ez a törvénymódosító javaslat életbe lép, leúszhatják a rolót, és lehet menni a trafikba eldobható szírszarér, meg négyféle ízű hulladék likvidér, amiről azt se tudjuk, hogy ki fia borja öntögette össze, melyik sufniban hol. De amit mondani szerettem volna, nem fog sikerülni, hogy rövid legyen, pedig tényleg megpróbáltam. Én azt látom, és azért vagyok bizakodó, hogyha nem lehet nagyon sokáig a fedő alatt tartani azt, ami forrásban van. És igenis, a tudós társadalom nemzetközi szinten forrásban van. Minél több hülyeség jelenik meg az egészségügyi szakintézmények részéről, annál több tudósnak keltik föl a figyelmét, hogy miről beszélnek ezek. Nézzük már meg. Egyre több, eddig is rengeteg, túlnyomóan, elsöprően sok. Az a tudományos bizonyíték, ami az elektromos cigaretta pozitív egészség és életvédő tulajdonságait domborítja ki. És egyre többen vannak, akik ezt kapirgálják tovább, hogy fasságokat beszéltek, hát vizsgáljuk meg ezt is, azt is, amazt is. Úgyhogy egyrészt ezt nem lehet sokáig a fedő alatt tartani, ahogy mondani szoktam, a szellem kim van a palaszból, nem lehet minket visszadugni, hál' Istennek túl későn léptek. Úgyhogy én azt látom, hogy ha meg is születik ez a törvény, nem fogják tudni tartani ezt időtlen időkig. Egyrészt ugye Angliából és Belgiumból már azért az intelligencia szele az kezd körbe-körbe száldosni, és hál' Istennek az Európai Unión belül azért némileg nagyobb szava van Angliának és Belgiumnak, mint kicsiny hazánknak, hál' Istennek. Úgyhogy ha be is jön ez a törvényjavaslat,
sokáig nem lesz így. Előbb-utóbb vége lesz, és kénytelenek lesznek elismerni, hogy ez idáig hazudtak, tényferdítettek, és ostoba, idióta, saját zsebükre játszó tulkok, nem voltak restek magyarok millióinak életét kockáztatni. Addig is viszont nagyon-nagyon remélem, hogy azok a forgalmazó kereskedők, akik most prominens képviselői a piacnak, van annyi tartalékuk, mind anyagi, mind lelki erő oldaláról, hogy átvészeljék azt a néhány évet, ami valószínűleg vár ránk, és hogyha sikerül megtörni ezt az elbaszott jégfalat, akkor újra szárba szökkenhessen az, amit az elmúlt néhány évben tapasztalhattunk. Úgyhogy én optimista vagyok, mert nem fog ez örökké tartani, szeretném, ha ti is optimisták lennétek, és az ebből merített energiával ti is, ahogy Fifika elmondta, mind a környezetetek véleményét, mind ennek a szerencsétlen, jogsorsra érdemes országnak a közvéleményét egy kicsit átformálni. És még valamit szerettem volna mondani, és rögtön kitalálom, hogy mit szerettem volna még mondani. De lehet, hogy nem. Biki Csunáit nem szerettem volna mondani. Pedig valami fontosat szerettem volna mondani, és köszönöm. Most kell elmondanom, hogy ja. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, őrült sokan vagytok, még akkor is, hogyha a hely nehezen szolgál ki ennyi embert, mind helyjel, mind tempóval nem. Tomát, gyönyörűen gyorsan csináljátok a pultnál, köszönjük szépen. Kitartás, nekünk van igazunk, a hülyeség nem fog örökké tartani. Hajrá elektromos cigaretta! Megvan, amit Fifika kért, hogy mondjam el, és azt egyet tudtam én, hogy valamit el kell még mondanom. Nagyon sokat ötöltünk, hatoltunk azon, hogy mi a fene legyen a demonstrációval, ugye be lett ígérve, hogy lesz tüntetés, lesz demonstráció, helye és ideje abszolút, és indoka is van, úgyhogy lesz. Nagyon sokat törtük a fejünket azon, hogy hogyan lehetne ezt okosan megoldani úgy, hogy a viszonylagos hátrányainkat az előnyünkre formáljuk, forgassuk. Hát ugye általában ezeken az összejöveteleken kivált képi télvíz idején viszonylag csekély számban szoktuk magunkat képviseltetni, ami most ebben a helyzetben eléggé visszásan adná vissza magát, hogyha kimennénk 100-200-an és azt mondanánk, hogy nem, ezt nem akarjuk. Ott röhögne rajtunk az egészségügyi államtitkárság, hogy látjátok, mi mondtuk, hogy csak 800-an vannak, pedig nem 800-an vagyunk. Úgyhogy arra jutottunk, hogy munkahely és vidékbarát is legyen ez az esemény, ezért egy 12 órás eseményt tervezünk december 14-ére. Ez azt jelenti, hogy mi reggel, várhatóan reggel 9-től ott leszünk legalább Charlie-val és tartjuk a frontot. Várjuk az érkezőket, aki nehogy Isten délutános, az még délelőtt oda tud ruczanni, aki délelőttös, az munka után oda tud ruczanni. Arról szólna a dolog, hogy ha nem is mindenki tud ott lenni, és nehogy Isten kevesen vagyunk, és esküszöm, hogy nem a párizsi cipős demonstrációról loptuk az ötletet, mert már előtte megvolt, és aztán egy napra rájött a párizsi cipős demonstráció, megerősítve ebbéli hitünket, hogy így is lehet akaratot és véleményt kifejezni. A demonstráció arról szólna, hogy aki tud, tehát mindenki, ismétlen mindenki, hozzon, küldjön, juttasson el hozzánk egy darab üres hamutartót szimbolizálva, hogy nem dohányzik, egy papírcetlivel ráírva, hogy ki ő és mióta elektromos cigarettázik, plusz egy mécsest, egy ilyen kis mécsest, hogyha módja van rá, és ezeket mi szépen összegyűjtjük, a demonstráció helyén kiterítjük. A koporsót azt még meglátjuk, dolgoznak rajta a srácok, hogy legyen koporsó is. Én nem szeretném, mert megint elhagyok csak egy likvidet a koporsóban. De a lényeg az az lenne, hogy hasonlóan a párizsi cipőkhöz mementóként kiteríteni azt a rengeteg-rengeteg üres hamutartót mécsessel és meggyújtani azokért is, akiket ellehetetlenít azoknak a dohányosoknak a kedvéért, akiket ellehetetlenít majd ez a törvény, azt illetően, hogy átválthassanak normálisan elektromos cigarettázásra, és ezáltal adott esetben akár az életüket menthessék meg.
Szóval lesz egy ilyen fele a dolognak, hogy összegyűjtjük ezeket a mécseseket, ezt egész nap reggel 9-től délutánig lehet hozni, mert valamikor a pontos időpontja még nem ismer, de próbáljuk úgy belőni, hogy azért munkából oda lehessen érni. De sajnos azt is figyelembe kell venni, hogy 5 környékén ugye zárnak az aznapi média blokkok, hogy az aznapi híradóba kerülő anyagokat leadják, és tök jó lenne, hogyha a híradóba tudnánk kerülni, és minél többen szembesülnének azzal, hogy a dolgok nem úgy vannak, mint ahogy azt egyesek állítják. Úgyhogy ez lesz, mi ott leszünk egész nap, lehet jönni, akinek van ideje, módja, maradjon ott, beszélgessünk, hozzatok transzparenseket, stb. És délután, sötétedés után meggyújtjuk egyszerre majd ezeket a mécseseket, nyilván egymás után sorba és nem varázsütésre egyszerre. De hogy meggyújtjuk ezeket, a sötétedésben ez remekül fog mutatni, reméljük a média fölveszi szépen és le is adja. Ott lesz majd néhány rövid beszéd, ennél rövidebb, ígérem, bár sosem sikerül betartanom. Néhány beszéd lesz, igyekszünk meghívni a minket támogató, illetve az ügyet támogató ellenzéki pártok képviselői közül azokat a képviselőket, akik szót emeltek az elektromos cigarettázás érdekében. És emellett lesz még egy olyan jelenség is, ez egész nap menni fog, tehát azok a videók, amiket beküldtök nekünk, és ugye a felelős döntéshozónak, az Alkotmánybíróságnak, és elsősorban Áder János köztársasági elnöknek szólnak, ezeket egy 3x5 méteres videófalon egész nap vetíteni fogjuk. Úgyhogy ezek várhatóak, nem tudom, kihagytam valamit? A lengyel vapereket megküldjük. Lengyel vapereket busszal, igen. Azokat nem. Ez várható, a pontos időzítés, hogy mikor lesznek a beszédek, mikor lesz a mécses gyújtás, és hogy hogyan lesz. A Kossuth térre tervezzük mindezt. Én ma-holnap begyújtom a bejelentést a budapesti rendőrfőkapitányságra az eseményt illetően, és hogyha ezzel bármi probléma van, akkor ők egy-két napon belül visszajeleznek, tehát hétfő maximum KEDD magasságában már tudni fogjuk, hogy áll-e a helyszín, minden rendben van-e, de alapvetően erre lehet számítani, ezt szeretnénk csinálni. Gyertek el minél többen, de ha ne adj Isten valaki tényleg annyira nehezére esik, vagy annyira nem tudja összehozni, akkor egy hamutartót egy mécsessel és a nevével, és hogy hány éve elektromos cigarettázik. Lesz egy cím, ezt is megkérdetjük majd, tehát ha valaki vidéki, nem kell felhozni, el lehet hozni személyesen, vagy majd arra a címre is el lehet küldeni, és akkor mi majd szépen intézzük a többit. Gyertek minél többen, köszi! Szerintem a ma este legkellemesebb része fog következni. Én meg szeretném köszönni Bélának, Alexnek, Vasinak, ki volt? Ferinek ezt a tényleg felejthetetlen. Hát mondtam, hogy Béláinknak ezt a felejthetetlen estét, és hát mint az Egyesület elnöke mélységesen tisztelem azt a kitartást és munkát, ami ennek a megszervezésével járt, és természetesen köszönjük a felajánlást, amit nyilvánvalóan a saját ügyünkre fogunk fordítani. Mindenkinek, aki ma itt tombolát vett, lesz egy sora majd azokban a cikkekben és különböző média megjelenésekben, amiket még ezután tervezünk. És tényleg Béla, le a kalappal előtted, Tom, hogy Vastag Csaba a fasorba sincsen, csak mögötted. De tényleg zseniális a szervezés, nagyon jó a találkozó, érezzétek magatokat otthon. Ahogy Bleki mondta, fogdossátok meg egymás eszközét, próbáljátok ki, milyen egy másik szopóka, és én utoljára azt szeretném, hogyha a szervezőknek egy nagyon nagy tapsot produkálnánk most. És szeretném, ha Béla szólna egy pár szót, és egybe gyűlteket. Köszönöm szépen az elismerő szavakat a admin társaik nevében is, ugyanis ez a találkozó az e-cigi bőrze csoporttal közösen jött létre.
Hát egy, annyit szeretnék még elmondani a dolgokkal kapcsolatban, hogy 8 óráig lehet még tombolákat venni, 9 órakor fogjuk sorsolni a tombolát, még azért van bőven lehet vásárolni. Hát és én is csak azt tudom mondani, hogy érezzétek jól magatokat. Még egy olyan eseményt szeretnék bejelenteni, amit ugyan a pestmegyei lovagok baráti körében már kiposztoltunk. Én a mai nappal a referensi posztomról lemondok egyéb családi és más dolgok miatt, de a csoport nem szűnik meg, ugyanis Kertész Feri barátunk át fogja venni ezt a csoportot, ő lesz a területi referens. Hát és átadnám neki a szót, akkor ő is hagy mondjon egy pár keresetlen szót. Köszönöm szépen, hogy idáig is bizalmat szavaztatok nekem. Ne menj el, Béla, mert segítségre szorul. Igen. Szervusztok, köszönöm szépen. Nem lesz könnyű a helyzetünk, mert egy nagyon optimális pillanatban vettük át ezt a titulust a Bélától. Még a saját részemről annyit kell ígérjek, hogy sajnos én nem fogom tudni leénekelni se a vastagot, se a vékonyat. Úgyhogy ezt nem fogom tudni utána csinálni. Remélem megpróbálunk, hiszen együtt mindegyiknek érdeke, hogy ezt a baráti társaságot továbbra is fönntartsuk, még akkor is, hogyha ne talántán illegalitásban kell ezt majd csinálnunk, de reméljük, hogy ez nem így fog működni. Köszönöm szépen, és érezzétek jól magatokat. Köszönöm. És még annyit, hogy akik fent vannak, és nem fértek ide be, azért időnként nézzenek le, jöjjenek le, majd cserélgetjük a helyet, ki megy fel, ki jön le, hogy azért mindenki egy kicsit itt átérezze a hely hangulatát. Na, sziasztok!